News. Ennek a dalnak az a története, hogy egy nagyon-nagyon régi szakításból íródott, még 6 évvel ezelőtti szakításról, de körülbelül 2 éve írtam meg a zenei részt belőle, és egyébként eredetileg angolul készült el. Nem tudtam befejezni akkor, valahogy így nem vitt rá a lélek, csak a refrént fejeztem be angolul, és utána egy másik szakítás azt pedig rá áttolt engem arra a küszöbre, hogy végül is befejezzem. Magyar közönséget szerettük volna mindenképpen megszólítani. Ugye benne van az, hogy a fiatalok jó többsége már tud angolul egész jól, de hogy ezért mégis a hallgatók egy angol nyelvű dalt, azon gondolkoznia kell. Ezt nem tudja olyan könnyen befogadni, mint hogyha egy magyar nyelvű nótát hall egyből. Barátunkkal közösen találtuk ki, hogy egy nagyon egyszerű storyline lesz, egy fiú és egy lány története, akit a lány otthagy, hogy passzoljon a szöveghez. Ami inkább a nehézség volt az egészben, az image résznél. Két elképzelésünk volt, az egyik, hogy egy medencében szeretnénk forgatni, a másik pedig, hogy egy gördeszka pályán. Próbáltuk mind a két lehetőséget megvalósítani, végül a medencét sikerült. Csepelen találtunk egy régi elhagyott uszodának a medencéjét, aminek még egy érdekessége, hogy előtte való délután, mi a tűző napon egy másfél órán keresztül mentünk sarlóval, baltával, fejszével, és gyomírtottunk konkrétan egy délutánon át a tűző napon. Szerintem amúgy minden zenének van létjogosultsága, csak maximum nem lesz megint mainstream, de mindig lesz egy olyan szín, aki szereti ezt a zenét szerintem. Aki ezt a stílus nagyon sokat hallgatja, az a lázadó korosztály, és lázadni régen is lázadtak, és most is lázadnak, és fognak is lázadni. Úgyhogy szerintem azok a témák, amiket mi érintünk, azok mindig meg lesz az a hallgatóközönség, aki ezt kívánja, csak mikor kevesebb, mikor több. Közben is lehet érzékelni, hogy még kerül rá egy pár angol nyelvű nóta, ami még egy évvel ezelőtti korszakból való, és az új nóták, a magyar nóták, azokon már nagyon érezhető, hogy már ott van egy átmenetel. Igen. Nem tudom pontosan elmondani, hogy mi a különbség, de van egy kis, valami érezhető kis különbség az újabb magyar dalok és a régebbi magyar dalok között is, de hát az angolok között meg főleg. Ez egy folyamatos változás. Szeptember 5-én Hello nagy lemez bemutató a Trip Hajón. Várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, aki nyitott erre a zenére. Ott találkozunk, Hello!